Kossuth Lajos születésének 211. évfordulója alkalmából szeptember 21-én Monok község önkormányzata megemlékezést rendezett az államférfi szülőfalujában. Az ünnepség résztvevőit a település polgármestere köszöntötte, aki beszédét Kossuth Lajos egyik ismert írásával kezdte. Én Monokon születtem, amott a Szerencsi hegy tövében, ahol a regge szerint Árpád a honalapítás első áldomásait megülötte. Deneterné Bártfai emese beszédében kiemelte, hogy a megemlékezés helyszíne a Kossuth szobor, a község szimbóluma. A kormányzó ott él a monokiak szívében és emlékezetében. A polgármester hangsúlyozta, hogy az államférfi példaként szolgál a ma élő embereknek a hazája iránti elkötelezettségével. Mennyi Roland a Borsoda-Bolyzemplén megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében többek közt arról szólt, hogy Kossuth Lajos Monokon, születése helyén és Zemplén vármegyében alapozta meg személyiségét. Az ősi földön szívta magába a példás hazaszeretetet, amely még a börtönbüntetéstől sem riasztotta el. Kossuth Lajos a jogot, a törvények betartását és betartatását egész életében fontosnak tekintette, az uradalmi kiváltságokat szerette volna megszüntetni, az egyenjogúság megteremtése fő törekvései között szerepelt. Az ünnepi köszöntők után Oleár Viktória, Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium tanulója versét követően a helyi óvodások tánccal mutatkoztak be. A Kossuth Lajos általános iskola diákjai prózával készültek az eseményre, a Kossuth népdalkör dallal köszöntötte az ünnepet. Mert a huszár nem igaz szívből szeret, a huszár igaz szívből sejhaja szeretne, maga mellé a nyerekbe ültetne. Gyönge vagy még kis angyalom alóra, ugrál aló, tehet leesel róla. Majd ha egyszer is angyalom, én ülök a nyerekbe, én kacsintok a fekete szemet. Ezt követően az önkormányzat, civil szervezetek, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés virágait Kossuth Lajos szobrának talpazatánál, majd Kossuth Lajos szülőházánál. Az Andrássy kastélyban Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület Kossuth Emlékhelyek Itthon és a Nagyvilágban címmel kiállítás nyílt, míg az épület emeletén a 11. monoki alkotótelep alkotásait tekinthették meg az esemény résztvevői.